Bizony, rád is hat a propaganda. Lehet, hogy nem pont az a plakát, amire gondolsz, és az is lehet, hogy nem úgy, ahogy elsőre tippelnéd. Mondhatnád azt is, hogy te okosabb vagy ennél, és nem lehet csak úgy megvezetni pár plakáttal. De a propaganda nem csak az út szélén vár. A tévében, a rádióban, és bizony már online is. Nem csak a hirdetésekben, hanem cikkekben, Facebook posztokban és kommentekben is. Mindenhol megpróbálják befolyásolni a gondolatainkat, és akár akarjuk, akár nem, valamilyen szinten sikerül nekik. Mert bizony rengeteg trükk van az okos propagandisták tarsajában. De mégis hogy férkőznek be az elmédbe? És mit tehetsz ellene? A történelem során a vezetők mindig úgy használták a propagandát, mint egy varázspálcát, amivel egy mozdulattal a saját céljaik felé tudták terelni a népet. Az emberek érzelmeinek kihasználásával könnyen lehet őket akár jó, akár rossz irányba vezérelni. A propaganda a kommunikáció egy egészen speciális formája, az alapvető célja pedig az emberek gondolkodásának és viselkedésének megváltoztatása. A propagandisztikus módszereket használók célja általában egy bizonyos nézőpont népszerűsítése elfogult vagy egyszerűen hamis állításokkal. A propaganda viszont nem csak a politikai beszédekben, de a más jellegű hírekben, a reklámokban és a közösségi médiában is bőven szembe jön velünk. Azért lehet ilyen hatékonyan alkalmazni ezt a technikát, mert az emberek jellemükből adódóan fogékonyak rá. Szívesebben elfogadják azokat az információkat, amik megerősítik őket a hitükben, ha pedig mindez még félelemmel is párosul, akkor el is készült a propaganda tökéletes receptje. A propaganda egyáltalán nem valami modernkori dolog, már jóval az okostelefonok és a tévék megjelenése előtt is ismert kommunikációs eszköz volt. Már az ókori görögök is profin használták a művészetet, a színházat és a népgyűléseket polgáraik befolyásolására. A katonai propagandát Temisztoklész aténi hadvezér alkalmazta először nagy hatékonysággal, amikor időszámításunk előtt 480-ban ügyesen vezette félre a perzsa királyt Xerxészt. Egy szolgát küldött a királyhoz, aki Temisztoklész utasítására azt komózta neki, hogy a görög hajóflotta bajban van és éppen menekülni készül. A propagandisztikus cselt azért vetette be az aténi hadvezér, hogy a szűk szalamiszi szorosba csalogassa a perzsa hajóflottát, aminek nagyobb hajói nem igazán tudják felvenni a versenyt a görögök mozgikony kis hajóival. A perzsák elbukták a csatát, a vereség pedig fordulópontot jelentett a görög-perzsa háborúban. Temisztoklész húzása tökéletesen megmutatta, hogy a hadviselés nem csak fizikai ütközetekből áll, hanem egy egyszerű propagandisztikus csel alkalmazásával is komoly sikereket lehet elérni. De Julius Caesar is ügyesen bánt a propagandával. Ez akkoriban még nem egy Facebook poszt volt, nyilvános beszédekkel, emlékművekkel és írásokkal próbálták befolyásolni az emberek tudatát. A 11. században jött II. Orbán pápa, aki középkori PR guruként vallási propaganda segítségével szerzett támogatást a keresztes hadjáratokhoz. A kommunikációs trükközéshez ezekben a korokban még jóval korlátozottabb lehetőségek közül kellett válogatniuk a propagandát terjesztőknek. A 15. században aztán a középkori Twitter, vagyis a nyomdagép feltalálása új perspektívát nyitott az emberek befolyásolásában. Ezt a módszert használta Luther Márton is, aki így tudta terjeszteni az üzenetét, amiből aztán vallási forradalom bontakozott ki. A Vatikánnak se kellett kétszer szólni, akik ellenpropagandával próbálták helyre billenteni az emberek gondolatait a kereszténységgel kapcsolatban. A következő két évszázadban olyan politikai húzónevek, mint első Erzsébet angol királynő, vagy éppen második Fülöp spanyol király is előszeretettel befolyásolták a közvéleményt nyomtatott anyagokon keresztül. Benjamin Franklin és Thomas Jefferson pedig az amerikai forradalom támogatására használtak propagandisztikus eszközöket. De például Napóleon is profin értett a közvélemény támogatásának megszerzéséhez, és így maximális hasznot tudott húzni a győzelmeiből. Aztán szép lassan elkezdtek szélesebb körben terjedni az elektromosságon alapuló találmányok, amikkel értelemszerűen már sokkal hatékonyabban lehetett mosni az emberek agyát. Az 1920-as évek elején kezdődött a kereskedelmi rádiózás korszaka, és gyorsan kiderült, hogy jóval többről van szó, mint zenelejátszásról. Az emberek konyhájába ugyanis nem csak jazzt, hanem bármilyen reklámot vagy beszédet tudtak közvetíteni, ami már nagy előrelépés volt az újságokhoz képest. Ennél talán még hatékonyabb módszernek bizonyultak a filmek, mert ott már a kép és a hang együtt jutott el az emberek agyába. A náci Németországban például az Akarat diadala és az Örök zsidó néven gyártottak antiszemita propaganda filmeket, amikkel kitűnően tudták befolyásolni az emberek
emberek véleményét. A II. Világháború alatt a propaganda használata amúgy is soha nem látott mértékeket öltött, és minden résztvevő nemzet kommunikációjának fontos eleme lett. Aztán az 1950-es években a televízió is elkezdett széles körben elterjedni. Ez pedig kapóra jött mind a Szovjetuniónak, mind az Egyesült Államoknak. A tévében rendkívül eredményesen lehetett közvetíteni mindenféle politikai üzenetet. A Szovjetunió médiában a kommunizmus dicsőítette, a nyugati kapitalizmusnak pedig csak a rossz oldalát propagálta. Ezt próbálta ellensúlyozni Amerika, a Szabad Európa Rádió és az Amerika Hangja nevű rádió csatornákkal, amiket a vasfüggöny túloldalán, így Magyarországon is fogni lehetett. Az Egyesült Államok emellett a filmeket, a zenét és az irodalmat is felhasználta arra, hogy bemutassák a szabadpiaci társadalom és a nyugati életforma előnyeit. Az újabb hatalmas löketet már az internet és a közösségi média elterjedése adta a propagandának. A Facebook, a YouTube és a Twitter szép sorban a modernkori propaganda gépezetek motorjává vált, ahol egy gombnyomásra lehet bárkit lejáratni, vagy az egekig magasztalni. Tehát sajnos a történelem során bármelyik újítás, ami a kommunikáció vagy a média területén jelent meg, előbb-utóbb a propaganda eszközévé vált. De miért van az, hogy a politikusoknak és a cégeknek sok esetben nagyon könnyű kilóra megvenni az emberek gondolatait? Egyszerű megoldás lenne leszólni a propagandát terjesztőket és az egészet rájuk fogni, viszont ennyire azért nem egyszerű a dolog. Az agymosást nem elég terjeszteni ahhoz, hogy kiváltsa a hatását, aktív befogadókra is van szükség. Márpedig ha körülnézünk, bőven láthatjuk, hogy sehol sincsen hiány azokból az emberekből, akik kérdés nélkül elhisznek mindent. Ez pont olyan, mint a hipnózis. Egy embert ugyanis nem lehet a saját akarata ellenére hipnotizálni, neki teljes mértékben együttműködőnek kell lennie. Ahhoz tehát, hogy a propaganda hatékony legyen, engedelmes, befogadó alanyokra van szükség. Nem kizárólag arról van szó tehát, hogy milyen információkkal próbálnak minket befolyásolni, hanem szükség van a bennünk működő pszichológiai mechanizmusokra is, amik segítségével magunkba fogadjuk az információkat, és így a propagandát. Az egyik legfontosabb ilyen mechanizmus a megerősítési torzítás. Ennek a lényege, hogy az információt befogadó emberek általában előnyben részesítik azokat a híreket, amik megerősítik és alátámasztják a már meglévő meggyőződéseiket. Tehát kifejezetten keressük azokat az információkat, amik egyetértenek az álláspontunkkal egy adott témában. Vagyis az eredeti elképzeléseink felé elfogultak vagyunk. Az agyunk egyébként nem véletlenül szelektálja a bejövő információkat. Egyes kutatók szerint a megerősítési torzítás segít abban, hogy hatékonyan tudjuk átvilágítani a folyamatosan beérkező nagy mennyiségű adatot, és így a számunkra nem fontos dolgokra egyszerűen nem figyelünk oda. Más szakértők szerint azért keressük a véleményünket alátámasztó információkat, hogy megőrizzük vagy tovább építsük az önbecsülésünket. Így, ha olyan hírt hallunk, ami alátámasztja az elképzeléseinket, akkor magabiztosabbnak érezzük magunkat. A harmadik elképzelés szerint egyfajta stressz megelőzési technika miatt működik így az agyunk, két ellentétes elképzelés birtokában ugyanis kognitív diszonancia alakul ki. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egymásnak ellentmondó hírek esetén pszichológiai stresszt élünk át. A megerősítési torzítás pedig úgy csökkenti ezt a stresszt, hogy megpróbálja kizárni az elképzeléseinknek ellentmondó információkat. A másik nagyon fontos az a bandwagon effekt, vagyis az utánfutó hatás. Eszerint bizonyos viselkedésformákat vagy attitűdöket csak azért fogadunk el, mert mások is így tesznek. Ez tehát egyfajta csordaszellem, ahol mi is minél inkább be akarunk olvadni a tömegbe. A történelem során már több populista mozgalom működésében megfigyelhettük, hogy az üzenetekkel kifejezetten az átlag embereket szólítják meg, és a kritikus gondolkodás teljes hiánya sokáig életben tartja ezeket a mozgalmakat. Az elmúlt pár száz évben mondjuk az emberek egyre több időt töltenek az iskolában, egyre több a magas végzettségű ember is, így okosan gondolhatjuk azt, hogy a kritikusan gondolkodók száma szintén megnőtt. De ez egyáltalán nincs így. Hiába vergődik át ma már majdnem mindenki az oktatási rendszeren, a legtöbbjük nem kapja meg a kritikus gondolkodáshoz szükséges tudást. Mivel alapvetően elutasítjuk a számunkra idegen vagy nem szimpatikus információkat, így könnyebben leszünk a propaganda áldozatai. Amellett, hogy az emberek logikai képességei nem a legjobbak, szükség van még más tényezőkre is ahhoz, hogy kérdés nélkül bedőljenek a rossz szándékú kommunikációnak. Szükség van arra is, hogy a propaganda hasson az emberek érzelmeire. Az egyik legfontosabb ilyen érzelem pedig nem más, mint a félelem. Amikor félünk, a szervezetünk azonnali és erőteljes reakciókat ad.
A propaganda emiatt könnyen ki tudja használni ezeket úgy, hogy közvetlen fenyegetettség érzetét kelti. A történelemben rengeteg példát láthatunk, amikben az átlag embereket próbálják ijesztegetni fenyegető veszélyt ábrázoló háborús plakátokkal, vagy csoportok és ideológiák által nyújtott fenyegetések felnagyításával. A lényeg csak annyi, hogy jól meg kell találni azt az éppen soros ügyet, amivel jól lehet tematizálni a közvéleményt, és így támogatást gyűjteni bizonyos intézkedések vagy politikai pártok mellé. Minél több érzelmi reakciót ki kell játszani, és abba az irányba terelni az embereket, hogy ha lehet, felejtsék csak el a racionális érveket. De annyi az egész, hogy félelmet kell kelteni az emberekben. Ilyen egyszerű lenne letolni a torkunkon a propagandát. Hát nem egészen, szükség van még ennél sokkal finomabb eszközökre is. A propaganda a büszkeségérzetünkre is hat, ezen belül is kifejezetten a nemzeti és kulturális identitásunkra. Emiatt a kommunikáció során sokszor megpróbálnak az értékeinkkel és meggyőződéseinkkel egy hullámhosszra kerülni, így pedig már is úgy érezzük, hogy részévé váltunk valaminek, amit amúgy is nagyon fontosnak érzünk. Ez valósul meg olyan kampányokban, amik a nemzet sikereit ünneplik, vagy azokban az üzenetekben, amik egy bizonyos csoportban való tagságunkat erősítik meg. Az így érzett büszkeség miatt szenvedélyes támogatásra, vagy éppen védekezésre ösztönöznek minket bizonyos nézetek mellett, vagy éppen ellen. A harmadik legfontosabb kijátszott érzelem pedig nem más, mint a remény. Ez mindig a vágyakozásról és egy szebb jövő lehetőségéről szól. A reményre épülő propaganda célja, hogy lelkesítsen és egy víziót kínáljon eléd a jövőre nézve. Gyakran találkozhatunk vele politikai kampányokban, amik pozitív változásokat ígérnek, vagy olyan mozgalmak kommunikációjában, amik társadalmi vagy környezetvédelmi célokért küzdenek. A jövő optimista képének felvázolásával ez a típusú propaganda képes mozgósítani a közösségeket és közös akcióra sarkalni az embereket egy cél érdekében. A propagandisztikus elemek a világ számos országának politikájában megfigyelhetők. Például az Egyesült Államokban is igyekeznek az emberek figyelmét egy közös üzenetre irányítani. A kormányzati narratíva gyakran az úgynevezett amerikanizmusra, azaz a nemzeti büszkeségre helyezi a hangsúlyt. De a túloldal is hasonló eszközöket vet be, kihasználva a média széleskörű elérhetőségét, hogy a saját nézőpontjaikat terjesszék. Erre az egyik legegyszerűbb módszer az, ha annyiszor ismételgetnek egy állítást, hogy a végén az igaznak tűnik, és mindenki elhiszi. A 2020-as amerikai elnökválasztás során például Donald Trump néhány támogatója folyamatosan hangoztatta, hogy a választást elcsalták. Ezt a fantáziadús narratívát használták fel a Kapitólium 2021. január 6-án történt ostromának magyarázatára is. De más komoly politikai történések folyamán is felbukkantak már a propaganda nyomai. A Brexit esetében például mind a kilépést, mind a bentmaradást támogató oldalak intenzív kommunikációs kampányokat folytattak. Viszont a vicc az egészben az, hogy mindkét oldal a félelemre alapozta a stratégiáját. A kilépés pártiak az EU-ban való tagság veszélyeit, a nemzeti önrendelkezés elvesztését és a bevándorlás problémáit hangsúlyozta. A bennmaradás támogatók pedig az unióból való kilépés gazdasági és geopolitikai kockázatait súlykolták a kommunikációban. Nekünk viszont biztos nem kell sem Amerikában, se Angliában nézegetni, ha kitűnő példákat szeretnénk látni a propagandára. A bevándorlók, az LMBTQ közösség, az emberi jogi csoportok, az Európai Unió mind olyan dolgok, amik ellen könnyen félelmet lehet kelteni az emberekben. A propagandának ez a formája a hatalom megszilárdítását célozza, és alapja, hogy ellentétet képezzen az embercsoportok között. Most már tudod, hogy hogy húznak be minket a csőbe, de mégis hogy lehet védekezni a propaganda ellen? Igazából a legfontosabb szuperfegyver nem más, mint a kritikus gondolkodás. Fel kell ismerni a propaganda jeleit, fontos megvizsgálni az információ forrását, és azt, hogy kinek szól. Tegyünk fel kérdéseket magunknak. Ki küldi az üzenetet? Milyen szándék vezérelheti? El akar nekem adni valamit, vagy éppen befolyásolni szeretné a gondolkodásomat? Emellett nagyon fontos lenne, hogy fejlesszük a média műveltségünket is. A mai korban nem csupán arra van szükség, hogy megértsük azt, ami a képernyőn van, hanem azt is, hogy felismerjük, milyen trükkökkel próbálják befolyásolni a véleményünket. Különbséget kell tennünk a tények és a vélemények között, és jó lenne megtanulni olvasni a sorok között. Az álhíreket pedig meg kell tanulnunk felismerni, például úgy, hogy több forrásból is megpróbálunk utána járni az információnak. A szenzációra éhes vagy érzelmileg túlfűtött tartalmakhoz pedig kritikusan kell hozzáállni. Tény, hogy manapság nem egyszerű magabiztosan mozogni a média világában, de a kritikus gondolkodás csodákra képes. De hogy védekezel az álhírek és a propaganda ellen? Vagy védekezel egyáltalán? Írd meg kommentben!